Mint arról már korábban beszámoltunk, az intézmény Szép utcai épületében átfogó energetikai fejlesztések mentek végbe az utóbbi néhány évben. Ezeknek köszönhetően jelentős összeget tudtak megspórolni, amely a fenntartó, az Agrárminisztérium korábbi ígérete szerint az iskolánál maradhatott. Az intézmény vezetősége ezt a pénzt további energetikai fejlesztésekre fordítja, a tankertben több modernizációs folyamat is megindult. Ennek első lépcsőjeként a termálvíz átvezetés történt meg, tehát a gazdaságtalan gáztartályos konvektoros fűtést váltottuk ki. Ez az egész termálvizes beruházás 25 millió forintba került, ebben benne van a földbe kerülő termálcsövek, illetve a radiátorok cseréje, radiátorok beépítése, a hőközpont kialakítása, ennek a nagy hőközpontnak, illetve egy kisebb hőközpontnak a kialakítása, továbbá a biztonsági fűtési rendszer beépítése is. Kialakításra került egy 300 méter mély fúrott kút is. Az innen kinyert vizet további tisztításnak kell alávetni. Mint megtudtuk, ez a tisztítórendszer, valamint a korábban említett termálvizes fűtőrendszer nagyban megemelte a tankert elektromos áram szükségletét. Így egyértelműen adódik az, hogy az elektromos áram hálózatot teljes egészében fel kell újítani. Az áramszolgáltatóval történt egyeztetésnek köszönhetően teljesen új betáplálási helyről 3x80 amper áramot fogunk majd kapni. Földkábelekkel váltjuk ki a légkábeleket és lecseréljük az elavult régi vezetékeket. Ez 15 millió forintba fog kerülni még az idén megvalósuló beruházás. Jövő évben megtörténik majd a tankert épületeinek szigetelése, valamint 15-20 millió forintból egy napelemrendszer is kiépítésre kerül. Horváth Zoltán igazgató elmondta, ezeknek a beruházásoknak köszönhetően a tankgazdaság energiaköltségei töredékére csökkenhetnek. Mindemellett szemléletformáló hatása is lehet a fejlesztésnek, ugyanis a diákok egy közel teljesen önellátó, fejlett tankertben dolgozhatnak, ahonnan akár inspirációt is nyerhetnek jövőbeni saját gazdaságuk elindításához.